A 66. kanizsai írótábor nyitó napján az egybegyűltek a Népkertben az írótábor emlékművénél, majd a Dobókonc szobornál koszorúztak. A táborba Pomogács Béla, budapesti irodalomtörténész, a kanizsai írótábor anyanyelvi konferenciájának tiszteletbeli elnöke minden évben ellátogat. Mindig bizonyosságot szerezhetek arról, hogy a magyar irodalom az nem egyszerűen szónak és nyomtatott betűknek a dolga, hanem személyes kapcsolatoké is, barátságnak, az összefogásnak, az összetartozásnak az ereje működik ebben az irodalmi kultúrában, és ez engem megnyugtat, hiszen ez jelenti a magyar irodalomnak a jövőjét. Humorban nem ismerek tréfát. Karinti híres mondata az idei írótalálkozó címmondata. Bordás Győző, a 66. kanizsai írótábor szervezőbizottságának elnöke a megnyitón elmondta, hogy az idei alkotótábort a hiány műfajoknak szentelik, ezért mutatták be Szerb-Horváth György monodrámáját is. Ha már a hiány műfajról beszélünk, akkor föl szeretnék hívni arra a figyelmet, hogy mind kevesebb drámai előadás, színházi előadás, film születik itt a Vajdaságban, mert valahol az az egykori sokszínűségét veszített el az a mi irodalmunk érzésünk szerint, és ezt szeretnék egy kicsit fölfrissíteni, valahol fölhívni az írók figyelmét, hogy na igen, hát próbáljunk odafigyelni, és igyekezzünk ezeket a hiányokat pótolni. Bemutatták Tolnai Ottó Kossuth díjas író legújabb regényét, amelynek a Két steril pohára címe. A kiadvány a szerző Szemére mégszerek című próza folyamának első kötete, amelyben a főszereplő T. Olivier érdekes, kalandos utat jár be Palicson. Én ahol vagyok, nagyon szeretem a konkrét lokális helyeket, tehát egyik kis várostól, egyik kis falutól mozgok a másikhoz, ugyanígy a nagyvárosokat is, nagyvárosok bizonyos részeit, stb. Tehát faktográfikusan, és valahogy úgy viszonyulok hozzá. Ez talán azért van, a kisebbségi írónak van egy ilyen, mivel a kisebbségi írónak jobban megvan kérdőjelezve a világa. Azért én igyekezek bebiztosítani azt, hogy erővel világot akarok, hogy nekem van külön világom, nekem van világom. Nem egy kisebbségi világ, hanem egy teljes. És akkor állandóan azon ügyködök, hogy ezt a teljes világot kiképezzem. És akkor Újvidéken voltam, akkor az Újvidéknek az a telep része, ezzel foglalkoztatott nagyon szülővárosom, és aztán, amikor Palicsra kerültem, mivel feleségem palicsi, akkor meg is akartam szabadulni a teleptől, és örültem, hogy egy új helyre kerülök, de azt hittem, hogy majd új módszerekkel fogok dolgozni, de alig, hogy elkezdtem, én észrevettem, hogy ugyanazt folytatom, ugyanazzal a módszerrel, tehát ponttól pontig közlekedek, és írom le ezeket a tehát az utcákat, a házakat, a szomszédot, a külső részt, a tavat, a sorban minden fát, lassan a helynek is egy nagy-nagy topográfikus leírása születik. Pénteken irodalmi tanácskozást tartottak, majd a vajdasági könyvkiadók eredményeiről számoltak be az illetékesek. Az idei vándor kulacsot Gobbi Fehér Gyula kapta. Csütörtöktől szombat délutánig a több mint 50 vendég alkotva, beszélgetve, tanácskozva tölthette a napokat. A kanizsai szellemi műhely idén olyan ínyenségekkel nyitotta a közönség felé, mint színházi előadás, vagy egy rockopera filmváltozatának bemutatója. Gazdag program várta a több mint 50 alkotót is. Szombaton Hódi Sándor és Hódi Éva vajdasági Kikicsoda projektjét mutatták be. Fölmerült az ötlet, hogy 2020-ra jelentessük meg 10 év után a harmadik kötetet. Ez leginkább az indokolja, hogy közben a közösség rendkívül nehéz helyzeten, mert átlassan szétesik, felmorzsolódik, és nem vagyunk tisztában a meglévő értékeinkkel, azokkal a húzóerőkkel, akikkel, amelyekkel még rendelkezünk. Bordás Győző, a 66. kanizsai írótábor szervezőbizottságának elnöke elmondta, a tábor idei központi témája a humor volt.
Ez szerinte sajnos kissé hiányzik a mai irodalmi művekből. Én azt hiszem, hogy egy sikeres írótábort zárunk, bár ez kicsit lehet, hogy öndicséretnek tűnik, de akárhogy nézem, hát több mint 60 író fordult meg itt a 3 nap alatt, és azt hiszem, hogy sikerült néhány olyan kérdéskör fölvetni, amely bennünket írókat érdekel. Mindenesetre sikeresnek tartom azt, hogy a humorról beszélgettünk, azért, mert a humor, mint olyan, deficitáris műfaj.